Járt-e már korábban Karcagon? Kérdeztük a konzult a megbeszélés végén. Nagyon régen voltam rövid időt, és nagyon szeretem volna ide jönni, mert nem csak azért, hogy Karcag az egyik központi város ennek a területnek, amit hozzám tartozik, konzulátushoz tartozik. Egyben szeretem volna megismerni polgármester urat, parlamenti képviselő urat, ugye a Huba Imre úrral már találkoztam, már egyszer-kétszer Szolnokon, mert egy épületben vagyunk, konzulátus meg az ő irodája, és most ez a megbeszélés után azt mondom, hogy én nagyon boldog vagyok és örülök, hogy megismertem őket, és remélem, hogy jövőben is tudunk együttműködni a lengyel-magyar barátságért, lengyel-magyar kultúráért, meg ilyen személyes kapcsolatokért. Karcagnak lengyelországi testvérvárosáról is szó volt. A testvérvárosról volt szó, beszélgettünk a lengyelekről, beszéltünk mindenről, a területről, ugye itt van egy ez a Nédes út központi, ugye amit pont amikor idejöttem, nagyon terhelt, és de bízunk benne, hogy Magyarország úgy fejlődik utolsó években, hogy nagyon szépen, és akkor bízok benne, hogy ez a fejlődésben is ez a út lesz, Karcag lesz, és a lengyel-magyar kapcsolatok is. Említette, hogy segít a városnak, de a lakosok hogyan kereshetik? Kérdeztük a konzultól. A konzulátus ugye elsősorban van létrehozva, hogy a mindenféle lengyel polgárokat, vagy Magyarországon élő lengyeleket segítsen, de ez természetesen magyarokra is vonatkozik. Szóval, hogyha magyar szeretne utazni Lengyelországba, és bármilyen segítséget akar itt helyszínen, a Szolnokon akar kint, mi segítséget neki nyújtunk. Nem is régen volt egy ilyen eset, hogy például lengyel területen kellett egy magyar embernek segítséget nyújtani, természetesen minden megtettünk, hogy segítséget nyújtunk. Szepesi Tibor polgármestertől azt kérdeztük, hogyan értékeli a megbeszélést? Egy olyan kapcsolat folytatódik, amely egy hosszú évek, évtizedek óta élő kapcsolat, ugye testvérvárosa van Karcag meg Lengyelországban, Krosno-Odzranszki, és ez egy élő kapcsolat, hiszen folyamatosan beszélünk egymással, látogatjuk egymás rendezvényeit, olyan programokat szervezünk a két településen élőknek, amely azt gondolom, hogy mindenkinek a előrelépését szolgálja a diákoknak, turizmusban és sok-sok minden területen, és azt gondolom, hogy konzul úr ebben fog tudni segíteni, hogy ez a kapcsolat még inkább élő legyen, még inkább el tudjon mélyülni a két település lakosai között. Konzul úrtól tudjuk, nagyon szereti a karcagi ízeket, így azt kérdeztük a polgármestertől, hogy a birkafűző fesztiválon fogunk-e vele találkozni. Nem csak a birkafőzőn, hiszen természetesen a birkafőzőn mindenképpen, de nem csak a birkafőzőn, hanem azokon a rendezvényeken is, amelyek azt fogják szolgálni, hogy még jobban megismerjük egymást, még több testvérvárosi polgárt tudjunk bevonzani a különböző rendezvényekre, hiszen nem olyan rég itt tartózkodott, és nagyon sokáig itt tartózkodott szerencsére a testvér településünk a polgármestere, hiszen az egész családjával itt volt nyaralni Karcagon, és nagyon sokat tudtunk arról egyeztetni, hogy hogyan lehetne ezt a turizmust még tovább fejleszteni, hogyan tudnánk azokat a kapcsolatokat még jobban elmélyíteni, amelyek én bízom abban, hogy mind a két település lakóinak a további együttműködését szolgálná, hiszen már vannak élő kapcsolatok, már vannak olyan családi kötelékek, baráti kötelékek, amelyeket bízom abban, hogy konzul úr segítségével, jelenlétével még jobban el lehet mélyíteni. A konzul a gazdasági kapcsolatok elindításában is segítséget ajánlott. Egy kapcsolatnak mindig az elindítása a legnehezebb, és nyilván meg kell találni azokat a kapcsolódási pontokat, ahol ezeket a kapcsolatokat föl lehet venni. A legegyszerűbb, hogy a sport, a turisztika, a kultúra mesdjéjén elindulni és fölvenni a kapcsolatokat, de akkor fog igazán elmélyülni, amikor gazdasági kapcsolatok is fognak létesülni a két település között.